nagyon készültünk erre a meccsre, akartam adni nekik ezt a visszavágott úgy, hogy nyerünk Veszprémbe, igaz, hogy nagyon, nagyon nehéz meccs volt, de jó kézlabdával, hogy ma nyertünk, és ma a Szeged egyre erősebb, sokkal erősebb, mint tavaly, még tavaly előtt, úgyhogy ma sem volt könnyű, de jó kézlabdával tudtunk ma nyerni. Úgy gondolom, hogy küzdeni küzdöttünk, az egyértelmű. Volt olyan szakasz, amikor közelebb mentünk hozzájuk 3-4 gólra, ott nem kellett volna, aztán két zicsert hibáztunk, hogyha az megvan, akkor alakulhatott volna máshogy, de ebben már nagyon sok a ha. Én úgy gondolom, mindentől függetlenül, hogy jó úton vagyunk, jó úton haladunk, és csak így kell tovább dolgoznunk. Mindenféleképpen nyerni akartunk, és megmutatni a Szegednek, hogy mi vagyunk a jobb csapat, és azt hiszem, hogy a Veszprémben ilyen közönség előtt el is várható tőlünk a győzelem. Ilyen meccsre számítottam, gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. Szeged nagyon jól küzdött, végighajtott, nagyon szervezetten játszott. De azt hiszem, hogy Veszprémben azért mi vagyunk az esélyesebbek, mi voltunk, és ezt meg is mutattuk. Sajnálom azt az egy dolgot, hogy egy biztos vezetést, egy 7 gólos vezetést így elpackáztunk, és igazából felhoztuk az ellenfelünket. Én azt gondolom, hogy ebben mi is ludasak vagyunk, természetesen a Szegedet is ugyanúgy dicsérni kell, de komoly feladatok vannak előttünk, és még mögöttünk is, úgyhogy nekünk most a legfontosabb az volt, hogy a győzelmet behúzzuk, hogy a bajnokságban megnyugodjunk. A rájátszásban ugye elvileg most már egy kedvező pozícióból indulunk, és 2 hét múlva kezdünk a BL-be a Leon ellen, és a nagyon fontos állomása volt ez a Szeged meccs, ez a mai meccs. Védelmet felállítottuk, és amikor a védelem jó volt, akkor tényleg be tudtuk őket darálni, elfáradtak, de azt hiszem, hogy ott is voltak kiemelkedő teljesítmények, ezért tartották magukat. A mai modern kézzel lehet úgy játszani 60 percig, úgyhogy a játékosok szoktak elfáradni, és ez abszolút normális. Világklasszis klubnál az van, hogy minden poszton két világklasszis van, és cserélnek 15 percenként nálunk, meg Szegednél az nincs, de próbáljunk úgy pótolni az erőt, hogy tudunk végigvinni a meccset.